Sziasztok! Itt ismét a Tinta. Mivel megkezdődtek az iskolák, ezért most láthatjátok a sulilesünket a harmadik kerületből. Sziasztok! Olári Lili vagyok. Sziasztok! Nagy Dániel vagyok, és ez itt a Kerék Általános Iskola és Gimnázium, a harmadik kerületben vagyunk. Gyertek, hadd mutassuk meg nektek az iskolát! A mögöttünk látható ajtó minden reggel közel 800 diák közönlik be az iskolába, általános iskolások és gimnazisták egyaránt. Ez az iskolánk aulája. Most még csend van, de pár percen belül kicsöngetnek, és hatalmas zsivaj lesz. Nem véletlenül áll ilyen nagy sor mögöttünk, hiszen itt található az iskola büfé, ahol minden diák legalább már egy szünetet eltöltött, ha nem kettőt. Általában két oszlopba szoktunk sorbálni, hogy minél előbb hozzájuthassunk az ételünkhöz és italunkhoz. Jellemző iskolánkra, hogy sok növény található az épületben, hiszen ez egy kellemes és nyugodt hangulatot áraszt az iskolának. Iskolánk régen sporttagozatos iskola volt. A mögöttünk lévő falon számos díj látható. Ez az iskolánk dicsőségfala. Itt találhatóak a különböző sportversenyekért elért kupák és érmek. Ez itt iskolánk kettes épülete. Most menjünk és nézzünk meg egy angolórát. Ez a végzős osztály angolórája, pontosabban célnyelvi civilizáció, ami az érettségi utáni angolórát jelenti, ahol Angliának a történelméről és különböző érdekességeiről tanulunk. Ez a kettes épület első emelete. Itt nevelkednek fiatal diákjaink, az első és második osztályosok természetesen, és leendő gimnazisták lesznek, reméljük belőlük. Az első A osztályban vagyunk éppen, akiknek jelenleg olvasás órájuk van. Nagyon szép, színes könyvekből tanulnak, ami érdekesebbé teszi számukra a tanulást, az odafigyelést, és éppen a házi feladatot ellenőrzik. Itt látható a 13. A osztály másik fele, akiknek éppen német célnyelvi civilizáció órája van. Éppen egy előadást láthatunk, hallhatunk, és természetesen ez az osztálytermünk is, ahol és itt a teremben látható osztályfőnökünk. Ez az osztályunk bemutatkozó fala. Mindenki kitett magáról egy papírt, amiben bemutatja saját magát, hogy mi a legjellemzőbb rá, vagy éppen mit szeret a legjobban. A biológia szakteremben vagyunk. Itt, hogyha körültekintünk, akkor láthatjuk, hogy ez mind a falakra kirakott képekben és cikkekben megmutatkozik, valamint arra látható egy akvárium tele halakkal, illetve hátul rengeteg eszköz, ami a tanulást segíti elő és élvezetesebbé teszi az órákat. Itt mindig nagyon jó a hangulat. Általános iskolásainknál nagyon fontos a népi szokások ápolása, és ezért minden nap minden nap valamelyik osztálynak néptánc órája van. Éppen a jól felszerelt informatika termünkben állunk, ahol rengeteg osztálynak van naponta órája. Hogyha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy rengeteg elektronikai eszközt találhatunk itt. Számítógépeket, egy remek táblát, hogy minél interaktívabbá tegye az órát a diákok számára. Itt látható a tornatermünk. A másik két teremben általános iskolásoknak van éppen testnevelés órája,
De ez a tornaterem három részre van osztva. Ha egyben nyitjuk, akkor egy óriási teret kapunk, ahol az egész iskola elfér. Itt szoktuk tartani általában az iskolanapunkat. Itt van a sportnap is. A sportnapi rendezvények általában úgy néznek ki, hogy az egyik teremben van a kosárlabda, a másik teremben a foci, középen pedig van egy ilyen közös beszélgetőtér. Éppen a rajzteremben állunk, ahol jelenleg dolgozatkiosztás folyik, miközben a diákok textil mintát terveznek. Itt található a technikaterem, ahol éppen általános iskolásoknak folyik az oktatás. Mint láthatjuk, ez egy nagyon jól felszerelt terem. Vannak tűzhelyek és mindenféle eszköz, amivel a technika órát lehet vezényelni. Jelenleg az iskola udvarán állunk, ahová jó idő esetén ki szokták engedni a diákokat. Ezt különösen az általános iskolások és a felső tagozatosok élvezik, de amikor különösen jó az idő, a gimnazisták is gyakran kilátogatnak ide. Jelenleg éppen papírgyűjtés van, ezért itt az iskola udvaron található egy nagy sárga konténer, ahová a papírokat teszünk. Ez volt az iskolánk, reméljük tetszett mindenkinek. Ha esetleg erre tévedtek, várunk benneteket. Még egyszer mondom, a harmadik kerület szívében vagyunk. Sziasztok! Egyik előző adásunkban egy fotóművészt láthattatok. Most egy olyan fotós mutatunk be nektek, aki egyben zenész is. Szalóki Béla kiállításán jártunk. Sziasztok, mai vendégünk Szalóki Béla. Szia Béla, nagyon örülök. Az első kérdésem az lenne, hogy hát hogyan jött neked a fotózás? A fotózás, hogy jött, ez egy nagyon nehéz kérdés, én nem is tudok rá válaszolni, ez úgy egyszer csak jött. Valahogy azt vettem észre, hogy mindig van nálam fényképezőgép. És aztán pár évvel ezelőtt elkezdtem fotókiállításokra járni, vásároltam egy csomó albumot, és hát láttam azt a finoman szólva szignifikáns különbséget az album képeim meg a saját képeim között, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy hát, hogy lehetne ebbe fejlődni. És aztán elmentem egy fotós iskolába, és ez a folyamat, ez szerintem ez egy végtelen folyamat, úgyhogy ennek soha nem lesz vége. Folyamatosan olvasok, nézek, tanulok, figyelem a világot. It's all just news to me. És az ikletedet csak a zenéből nyered, mert ugye itt láttam, főleg csak a zenei téren vannak képeid. Hát igazából sok mindent fotózok, de a két legfontosabb terület az egyik a zene, ami most ezen a kiállításon itt látható, a másik pedig a színház. A nagy szerelem az a színházi fotózás. Úgyhogy hát ez a kettő nekem. És ezeket így időközben elmész koncertekre és úgy fotózol, vagy... Szóval magától jönnek a fényképek, vagy ezeket eltervezed előre? Hát sokszor várom ott, hogy oda jöjjenek, és ott legyen a koncert nálunk a nappaliba, de nem, úgyhogy mindig el kell menni a koncertekre. Igen, hát hogy kezdődött? Nyilván úgy kezdődött, hogy ahol én magam játszom, ugye elsősorban a Benkó Dixielandben, vannak olyan dalok, amiben én nem szerepelek. És akkor utána elkezdem rögtön a többieket lefotózni, de pont mögöttünk ennek az eredménye Csikós Miklós kollégám. Most nyáron Hajdúszoboszlón fotóztam le egy olyan dal, amiben nekem nem volt dolgom. A másik, az pedig az, amikor kifejezetten azért megyek el egy koncertre, hogy fotózzak. Jó, rendben. És én ezt mindig meg szoktam kérdezni, mert érdekli a fiatalokat is, hogy aki sikeres akar lenni ebbe a szakmába. Neki mit kell jobban teljesítenie, vagy mi az, amire jobban oda kell figyelnie, hogy sikeres legyen? Hát én két dolgot ajánlanék. Az egyik az, hogy minden nap fotózni kell. Mindig folyamatosan nem lehet abba hagyni.
Tehát olyan nincs, hogy majd gondolkozom ott, hogy majd lesz két hét múlva az a koncert, azt lefotózom, ez így nem megy. Ezt mindig csinálni kell. Másrészt pedig meg kell próbálni kitalálni valami újat, valamiat, amit eddig még más nem fotózott le, vagy lefotózni másképp, amit eddig lefotóztak sokan. Nagyjából ez a két jó tanács, amivel szerintem érdemes valamit kezdeni. Előző adásunkban már láthattátok a Perfect Symmetryt, most azonban egy olyan koncertről számolnak be nektek, ami egyedülálló. A Perfect Symmetryvel már készítettünk interjút, azonban most teljesen másokból vannak itt. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A Perfect Symmetryből jöttem, Kovács Attila vagyok, és egy nagyon érdekes és izgalmas koncertre készülünk, úgyhogy mert minket ért a megtiszteltetés, az Erdély Peti sajnos most nincs itt, de az Ad Astra zenekar és a Perfect Symmetry zenekar lesz a Queensryche zenekarnak az előzenekara. Hú, de hányszor mondtam ezt a zenekarszót. Szóval a lényeg az, hogy ez óriási megtiszteltetés. Úgy tudnám elmesélni, hogy mekkora, hogy körülbelül amikor annyi idős voltam, mint te, akkor ez a zenekar volt a legnagyobb királyság a világon. A 90-es évek elején volt egy nagy boom a progresszív rock és metal zenekarok területén, és a Queensryche, jó, most lehet, hogy néhányan megköveznek, mert a Rage of Order lemez még ott figyel a 80-as évek végén, de szerintem így a 90-es évekre értek be, és akkor kiadtak három csodálatos lemezt, például ezt, ami rajta van a pólómon, Operation Mindcrime-ot, amit néhány éve itt is bemutattak, teljes egészében, sőt még a második részét is. Szóval ők egy nagyon-nagyon-nagyon legendás zenekar, a Dream Theater, az IQ, a Psyotic Waltz mellett, akik a 90-es évek elején hozták ezt az új műfajt. És akkor mi ilyen 18-19-20-21 évesek voltunk, ki mennyi, és nekiálltunk őrült módon zenekarokat alakítani, mert úgy döntöttünk, hogy ezt mi is csinálni akarjuk. És hát innen fakad többek között a Perfect Symmetry is, aki a Fates Warning és a pontosan a Queensryche vonalon állt neki ennek az egész zenélésnek. Sőt, amikor először énekeltem a zenekarban 97-ben még, akkor még játszottunk is Queensryche feldolgozást a Promised Land lemezről. Így van. Úgyhogy egy hihetetlen nagy élmény. Tehát akárhogy sül el, nekünk lesz stage passunk, úgyhogy hátra fogunk menni a színpad mögé, és biztos, hogy lesz egy közös fotónk a Queensryche zenekarra. Egyszerű, de mégsem érted elmúlik a sűrű fél homár. Velem az eszem is elment már. Elveszett vagyok, nem talál csak a magány. Mikor lesz ez a koncert? Ez október 23-án lesz a Klub 202-ben, a régi Wigwamban. Mennyire készültek másképpen, mint egy saját koncertre? Hát egyfajta módon ez is saját koncert, tehát azt tudni kell, hogy amíg mi leszünk a színpadon, addig ez a mi koncertünk, de hát nyilván nem. Körülbelül ugyanúgy készülünk, mint máskor. Annyi különbség, két nagy különbség van azért, az egyik az, hogy ugyanúgy készülünk, de közben nagyon parázunk. Sokkal jobban, mint egy, ahogy te fogalmaztál, saját koncertnél. A másik pedig az, hogy hát itt 25 percet, 30 percet műsoridőnk van, ami köztudott, hogy 25 perc. Tehát mert föl is kell menni a színpadra, és le is kell jönni a színpadról, úgyhogy erre is idő kell. Illetve hát ilyen 5-6 perces számaink vannak, úgyhogy 5 dal. És ki kell találnunk, hogy melyik az az 5 dal, ami tényleg annak a közönségnek, aki a Queensryche miatt jön el, annak is érdekes lesz, és ettől talán a mi zenénkre is többen kíváncsiak. A másik dolog pedig az, hogy, hogy 5 dal, amiben hát hazudnék, ha nem akarnánk egy kicsit megmutatni a Queensryche-nak is. Tudjuk, hogy ott lent vannak, tudjuk, hogy hallanak minket, és nekünk ez lelkileg is fontos dolog. Tehát úgy érzem, hogy ha jól kitaláljuk ezt az 5 számot, és tényleg úgy tudjuk bemutatni, ahogy most így álmainkban elképzeljük, akkor az egy nagyon jó érzés lesz. Aztán lemegyünk a színpadról, de beállunk az első sorba, és végigpogózzuk a Queensryche-ot. Vagyok, nem talál csak a
magány. Minden adásunkban mutatunk be olyan zenészeket nektek, akik már letettek valamit az asztalra. Most egy olyan úriember következik, aki a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja. Most Benkó Sándor a vendégünk. Szia Sándor, nagyon örülök. Azt szeretném megkérdezni, hogy a zenekar, mint maga, meg a zenélés egyáltalán hogy jött szóba az életedben? Hát ez egy régi történet, ugye a korom miatt is. 1946-ot írtunk, amikor édesanyám úgy döntött, hogy egy normál polgári foglalkozás mellett sport és művészet kell annak, aki majd egyszer valamit szeretne elérni. Úgyhogy elvitt úszni, amelyeket nagyon sokat csináltam, 100 mellen úsztam, 1-22-t tudtam, egész a kerettagságig vittem. De aztán abba hagytam, mert mindig fáztam, egy szőke kisgyerek az mindig megfagyott. A művészetek pedig úgy nézett ki, hogy mi a Bocska úton laktunk, ami Budán, nagyon messze van a Bencőr utcától, amelyik Pesten van, és ott volt a postásoknak a zenéskolája, most is ott van, úgy tudom, és ott irattak be engem hegedülni. Hát a Bocskai útról gyalog jártam át hegedülni a túlsó végére a fővárosnak, ahol még a közlekedés is eléggé gyatrán volt. A villamosokon ugye nem volt pénz az embernek arra, hogy menjen, akkor tujáztunk, ti ezt valószínűleg nem ismeritek. Az ütközön kellett lógni, olyan villamosok voltak, hogy ezt meg lehetett tenni. Jó hidegbe, hegedűtokkal, szóval nem egy művészpályának nézett ki a dolog, és hát jártam ugye természetesen suliba. És a zene megmaradt, átéltem a klarinétra később 14 éves koromban, de hát akkor már ugye az én 8 év klasszikus zenetanulás után voltam. És klarinéttal 3 évig klarinétozgattam már, Berkes papánál, akinek sok gyermeke volt, de köztük két nagyon híres, a Balázs, aki a jazzben egy kiemelkedő bőgőjátékos, és a Berkes Kálmának még nagyobb nevet ért el a klasszikus zenében, aki klarinétos, karmester és nagyon sok mindenre foglalkozik. Na, ebben a családban tanultam én a klarinétozást, és 57-ben, a forradalom utáni pillanatokban, 5 februárjában alakítottunk egy zenekart, mint fiatal kis titánok, mindegyik gyerek imádott zenélgetni, mindegyik valamit csinált klasszikus zenét, de azért egyik se szerette nagyon a klasszikus zenét játszani. Úgyhogy elindult a Benkó Dixieland, amit rögtön elkezdtem Benkónak hívni, mert a főnököt nem lehet kirúgni. Tehát a Benkó Dixielandben Benkót nem lehet odébb rakni. Hát azért ez egy mégiscsak eléggé dicsőséges karrier, ami még mindig tart. Melyik volt hosszú év során a legmeghatóbb pillanat az egészben? Hát megható pillanatok azért sokfele akadtak. De ha szélesebb körbe gondoltad ezt, hogy megható, vagy meglepő, vagy akármicsoda, az egyik, ami nagyon megragadt bennem, az egyetlen nagy bukásunk, ez a Budapest Sportarénában volt, 1963-ban, amikor a Benkó Dixieland már ugye egy 6 éves zenekar volt, de voltak, 62-ben alakult Omega, elindult már az Orán, tehát nagyon sok az Illések már játszottak. Olyan zenekar volt, akik ugyanazt az amatőr muzsikálást csinálták lelkesedésből, amit mi magunk a Benkó Dixieland. És a KISZ, az akkori ifjúsági mozgalom meghirdette az első budapesti nagy könnyű zenei fesztivált. És ez az akkori Sportarénában volt, és hát fölvonultak a zenekarok, játszottunk szépen sorba, és hát a Benkónak volt körülbelül a fél közönség a tábora, a másik meg az Illésé volt a másik fél. És ez a két tábor eszeveszettül háborúzott, tojásokat dobáltak, hoztak mindenféle zsákokba, répákat, egyebet, már csak balhéból. A koncert végén például a lovasrendőrök csépelték a népet, tehát nagy, olyan, az az igazi bulivá fejlődött az egész, és ott el kell mondani, hogy valójában nem nekünk lett a nagy sikerünk. Ez szerencsére többször nem fordult elő. A másik igazán megható pillanat az volt, amikor Kaliforniának a kultuszminisztere átadta a zenekarnak a világ nagyobb fesztiváljának a díját, az első díját. Úgy fogalmazott, hogy soha a fesztivál történetében nem volt nagyon sikerebb
sikeresebb zenekar, mint a Benkójék, sem a közönség, sem a szakmai zsűri körében. És még egyet említenék meg, ami teljesen meghatott, amikor a köztársasági elnöktől megkaptam a levelet, hogy Kossuth díjra terjesztettek fel, és megkaptam. És a parlamentben, amikor átvettem, akkor olyan nagyon meleg, nagyon jó érzés fogott el, velem kezet fogtak, szerettek, gratuláltak, és úgy érzem, hogy egy zenésznek a pályáján a Kossuth díj azért mégiscsak az egyik legnagyobb kitüntetés. Azóta pedig a meghatottság mindig koncerteken jelentkezik, mert ma is elmondhatom, hogy nagyon sok ember szeret bennünket, úgy itthon, mint a világban. Csak a Benkó baráti körnek 40 ezer tagja van, akik nagyon lelkes hívei, megtöltik a koncerttermeket, és hát sok százezer ember szereti a muzsikánkat. És vajon mi lehet a titka ennek a hosszú és tényleg nagy sikernek? Ezt meg tudod fogalmazni? Hát az első az, hogy eddig élünk. Ugye a Rolling Stones 5 évvel fiatalabb, ők is már nyúzott emberek, mint mi magunk. Ez az 57 év, ugye még nem kerek, majd a 60-as azért megcéloztuk, hogy megérjük és még zenérünk. Ez az 57 év gyakorlatilag egy nagyon erős amatőr lelkesedésre párosult. Tehát ma is úgy érzem, hogy amikor valaki egy kicsit nem teletömve sikerrel és professzionálisan műveli azt a műfajt, ahol neki abszolút vidámnak kell lenni, ahol a közönséget szórakoztatni kell, ott mindig apró bajok becsúszhatnak. A Benkó Dixielen végig amatőrnek tekintette magát, de nem abban a szempontból, hogy mondjuk nem a világ legjobbja esetleg, vagy akármicsoda, hanem abban a szempontból, hogy ma is, ha lejövünk a színpadról, hótra vagyunk izzadva, csuroglulunk a lé, mi a rövid távfutóknak a bajnokságában indulunk, amikor ugye 2 óra, vagy maximum 3 óra egy koncert, de ott aztán aparitanyét bele kell rakni, és tényleg nagyon keményen dolgozunk, örülünk, hogy dolgozhatunk, és végtelen szerencse volt, olyan kollégákat kaptam, akik teljesen velem húztak, velem értettek egyet, és ezért nagy erőt adott a zenekarnak. Tehát a sportban is, hát persze ilyen hosszú sportidő nincs, mert mondjuk hamarabb kiöregednek, de ott is nagyon nehéz összefogni egy olyan pravizi poló csapat, amelyek hosszú évekig azért jól tudott együtt húzni. Na hát ez a csapat évtizedeken keresztül jó húz. Megyünk Erdélybe. Most én voltam az a szerencsés, aki a ruhák között válogathatott, de közben megnéztem a táskákat és a cipőket is, hiszen itt minden van. Volt mára a tinta. Ne felejtsetek el minket Facebook oldalunkon lájkolni, osszátok a képeinket, aztán jövő héten újra találkozunk.